Jó estét kívánok! Már is kezdjük a Voks 2022 mai adását, és hát két kampány szempontból nagyon fontos eseményről fogunk ma beszélgetni. Az egyik természetesen Márki-Zay Péter évértékelő beszéde, bár volt, aki azt mondta, hogy évtized értékelő beszédet tartott. Mindjárt átbeszéljük, értékeljük azt, hogy milyen volt ez a beszéd, mennyire volt lelkesítő, mennyire sugárzott erőt, mennyiben volt más most Márki-Zay Péter, mint egyébként szokott lenni, úgyhogy ezzel a témával kezdünk. Aztán utána pedig beszélgetünk arról, hogy Magyarország elbukta a jogállamisági pert az Európai Unió bíróságán. Ugye számítások szerint 15.285 milliárd forinttól eshet el az ország. Ehhez képest ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy nincs olyan forrás, amit Magyarországtól elvehetnének. A kormány képviselő, illetve Varga Judit pedig úgy fogalmazott, hogy politikai döntésről van szó. Úgyhogy van mit megbeszélnünk bőven. Mutatom akkor a mai vendégeket. Itt van Újhely István, az MSZP európai parlamenti képviselője. Jó estét kívánok! Horváth Gábor, a Népszava újságírója. Jó estét! És Pulai András, a Publikus Intézet stratégiai igazgató. Szép estét. Jó estét kívánok! Egy bevezető kérdés, gyors válaszokat várok. Milyen volt ez a beszéd, hogyha jellemezni kellene, már mint Márki-Zay Péter évértékelő beszéde, ki hogy látja? Csak tényleg egy rövid, mert utána rövid választ várok, mert utána majd lesznek részletek is ebből a beszédből. Szerintem ez egy jól fésült beszéd volt. Az mit jelent, hogy jól fésült beszéd volt? Hát, hogy Márki-Zay Péter összefoglalta azt, amit az elmúlt időszakban mondott, csak egy kicsikét jól fésült ebben, mint ahogy szokta mondani. Uh-huh. Többiek hasonlóan jól fésült volt a beszéd? Teljesen egyenes volt, teljesen tiszta volt, hogyha mindenki látná, mert láthatná Magyarországon, akkor egyértelmű lenne a kérdés, hogy ki mellett kell voksolni április 3-án. Gábor? Kevésbé volt profi, mint Orbán Viktor, de hát nem is politikus 30 éve, és nem is mond... Amit retorikailag, vagy tartalmat tekintve? Retorikailag, illetve hát az előadás módjában. De jártunk már úgy, hogy nem a jobb svádájú jelöltet választotta meg az ország, és Orbán Viktor akkor nagyon mérges volt. Na nézzük meg akkor egy rövid részletet ebből a beszédből, és aztán utána ezzel folytatjuk. Magyarország az Európai Unió második legszegényebb országa, ahol vágtat az infláció, rengetegen élnek létbizonytalanságban, diplomás emberek sem tudnak megélni. Így látta Márki-Zay Péter az ország helyzetét évértékelő beszédében. Az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje szerint tisztességes keresztény, konzervatív ember nem szavazhat tiszta lelkiismerettel a Fideszre. Arról is beszélt, hogy a kormány a járvány helyzetben szétlopta az országot. Márki-Zay szerint az ország nem előre megy, hanem lefelé. Akiknek nincs semmije, az annyit is ér, mondta ezt egy őszinte pillanatában Lázár János. A Fidesz felső köre azokból áll, akik teljesítmény helyett párthűséggel jutnak előre, lenézik azokat, akik munkával és szorgalommal próbálnak egyről a kettőre jutni. Akik írják a törvényeket, azokra nem vonatkozik. A szájérek, borkai, kaleták beteges világáról van szó. Ezt a világot kell nekünk leváltani április 3-án. A teljes beszédet egyébként majd 22 óra 45-kor meg tudják nézni itt az ATV-n. És akkor kezdjük is egy fontos kérdéssel, mert elhangzott egy nagyon fontos mondat, és többen kiemelték a beszédből. Azt mondta, hogy ki kell mondanunk, tisztességes keresztény, konzervatív ember nem szavazhat tiszta lelkiismerettel a Fideszre. És eddig azt mondta Márki-Zay Péter is, meg a szakértők, szakemberek is azt mondták, hogy a bizonytalanokat kell, vagy lehet megszólítani. Most úgy tűnt ebből a beszédből, mert azt mondok még példákat, mint hogyha a fideszes szavazókat szerette volna, vagy szeretné megszólítani, miközben ugye arról volt szó, hogy nagyon-nagyon erős a Fidesz, vagy nagyon-nagyon erős a Fidesz szavazóriteg, és nehéz őket kimozdítani. Ki vagy látja ezt? Azért szerintem a rendezvény struktúráját áruljuk el a nézőknek, ha valaki nem nézte volna, hiszen előtte a hat párt egy-egy emblematikus politikusa a saját szavazó közönsége számára egyértelműen jelezve, hogy egységben vagyunk, közös ellenzéki front van, és van egy közös miniszterelnök jelöltünk, és van közös programunk. Egyenként elmondták, tehát a választói bázisnak, az ellenzéki pártok mögött álló szavazói bázisnak egyértelmű volt, hogy egyébként egy közös miniszterelnök jelölt mellé lépünk föl, és ezek után jött a legvégén Márki-Zay Péter beszéde. Én nem úgy éreztem egyébként, hogy csak a Fidesz
volt szavazóihoz beszélne, csak egyszerűen jelezte, hogy ő, mint keresztény konzervatív ember, ő nem tudna erre a politikai közösségre szavazni tovább. Én sem gondolom azt, hogy olyan messzire kinyúlt volna, mert annak olyan nagyon sok értelme egyébként szerintem sem lenne. Teszem hozzá, azzal vitatkoznék, hogy a Fideszről nem lehet leválasztani szavazókat, le lehet, csak egyet mondok, az önkormányzati választáson is sikerült egyébként. Pont egy keresztény konzervatív értékrendű nagyvárosi polgármester kicsapongásainak a részletének bemutatásával. Tehát ez egy létező műfaj, és ennek szerintem van létjogosultsága, de én is azt gondolom, hogy elsősorban ez nem erről szólt. Ez arról szólt, hogy Márki-Zay elmondta azt az alaptételt, hogy az ellenzéki együttműködés, az ellenzéki koalíció az egy széles együttműködés. Amiben benne vannak a virtigli baloldali szavazók, illetve benne vannak a mérsékelt konzervatív, jobb-középig elnyúló szavazói bázis, és szerintem ő ezt jelentette meg ebben a beszédben, szerintem teljesen rendben volt, és nekem a profizmusával sem volt gondom, teljesen mindent úgy mondott el, ahogy el kell mondani, sőt, valójában ugyan két napja volt az Orbán beszéd, de hogy én igazából nem emlékszem el egy mondatra sem. Tehát, hogy valójában Orbán ugyanazt a beszédet mondta el most, mint amit tavaly, meg amit tavaly előtt, és azokra sem emlékszünk különösebben, tehát, hogy nem mondott érdemben újat. Azért az összefoglaló, amit most Márki-Zay Pétertől kaptunk, azért nagyon sok ember számára, aki nem követi minden nap a politikát, de azért egy ilyen nagy összefoglaló művet megnéz, annak szerintem ez azért jól visszaadja azt, amiről szólt az elmúlt néhány napot. Idézek akkor még pár mondatot, aztán kíváncsi vagyok a Gábor véleményére is, mármint ebből a szempontból, hogy szerette volna, vagy nem szerette volna megszólítani a fideszeseket is. Ugye azt mondta, hogy ahogy Hódmezővásárhelyen még a fideszesek is jól jártak a Fidesz leváltásával, jobb lesz még a fideszeseknek is, ha váltják áprilisban a kormányt. Ilyen mondatokat, ugye javítsanak ki, hogy ha rosszul mondom, ilyeneket talán eddig nem hallottunk tőle. Aztán ugye újra kiemelte... Bocsánat, hogy szavába vágok, de hát az egész előválasztást azzal nyerte meg Márki-Zay Péter. A fideszes szavazókat próbálja megszólítani? Hogy azt mondta, hogy létezhetnek ebben az országban olyanok, akik 10-ben, 14-ben, 18-ban esetleg a Fideszre szavaztak, de elegük van ebből a rendszerből, tessék, itt vagyok. Én most nem az elbizonytalanodott Fidesz szavazókra gondolok, vagy a kiábrándult Fidesz szavazókra, hanem akik konkrétan a Fideszre szavaznának, mondjuk most is. Én róluk beszélek, vagy ezt kérdezem. Szerintem nem az volt a cél. Nem, én sem gondolom, ez lett volna a cél. Teszem hozzá, hogy az előválasztáson indult három olyan szereplő, aki korábban a Fideszre szavazott, közülük hogy egyik nem gyűjtött össze az aljásokat, de hogy ők jelen voltak. Tehát ez egy létező kategória, nem mondom, hogy ez a legszélesebb választói bázis, de hogy ez egy létező kategória, és még egyet tennék hozzá, hogy azért Márki-Zay Péter mondott ilyet, például ugye mondta azt Gyurcsány Ferencnek, hogy ő azért dolgozik, hogy a DK-nak legyen egy kormányzó frakció. Tehát ugye a DK-hoz is kiszólt, nem ebben a beszédben, de egy korábbi megnyilatkozásában. Szerintem teljesen természetes, hogy egy választási győzelemre törő politikus, akinek mondjuk legalább hát, hogy a 48 és 52% között el kell érnie a csillagok együttállásától függően ahhoz, hogy győzön, azaz mondjuk a 6 milliós aktív választói közösségnek a felét meg kell tudna érdemben szólítani. Teljesen természetes, hogy egy széles spektrumon beszél, és próbál mindenkihez szólni, aki nyitott az ő megszólalásaira. Most már tényleg tiéd a szó, Gábor, te hogy látod? Köszönöm szépen. Egyrészt neki a tapasztalata, a politikai tapasztalata, amit még egyszer mondanom kell, hogy nem egy olyan túlságosan hosszú tapasztalatról van szó. Az, hogy Hódmezővásárhelyen ez a dolog működött. És az egy eléggé konzervatív hely, kis települések is vannak a választókörzetben, és neki ott sikerült. Na most a fideszes szavazók elhódítása az nem egy absztrakt cél. A fideszes szavazó, egy elhódott fideszes szavazó az két helyet jelent, két szavazót jelent, az duplán számít. Mert egyrészt ugye itt van egy plusz, ott meg van egy mínusz. Tehát hogyha csak keveset is tud elhozni, az fölértékelődik. És nyilvánvaló, hogy ezek a mondatok, ezek erre játszanak rá, és nekem is van olyan ismerősöm, aki idáig mindig a Fideszre szavolt, és most azt mondta, hogy most nem rájuk fog. Nézzük meg akkor a legfrissebb adatokat, a közvéleménykutatási adatokra gondolok. Závetsz Researchnek az adatait fogjuk önöknek már is megmutatni, és láthatják ezekből, vagy láthatjuk majd ezekből az adatokból, hogy állunk itt a pártok támogatottsága, tehát a biztos pártválasztók körében februári adatokról van szó. Látják tehát a nézők, hogy hogyan alakul az állás. Mondjuk egy ilyen beszéd egyrészt módosíthatja ezt az állást, és ugye arról beszéltünk sokat, hogy mennyire kiegyensúlyozott most
most, vagy mennyire kiegyenlített az állás a közvélemény kutatási adatok szerint a Fidesz, illetve az ellenzéki töm között. Hát egy ott ilyen... a szakember, én majd utána... Én is ránéztem így első körben, igen. Tehát egy ilyen összefoglaló évértékelő beszélzet nagyon ritkán mozdítja meg érdemben a pártpreferenciákat. Ez nem arról szól, ez arról szól, hogy egy politikus pozícionálja magát, elmondja, hogy mik a fontos kérdések az ő számára, összefogja a választóinak, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Szerintem egy ilyen beszédtől önmagában nem kell csodákat várni. Vannak olyan beszédek, amelyek a történelmi pillanatokban elhangzott nagyívű beszédek, vagy programadó beszédek, azok persze, azok lehetnek ilyenek. Ez ambíciót tekintve sem ilyen volt. Ennek szerintem a legfontosabb célja az volt, hogy a kampány kezdetével, 47 nap van a választásokig, a kampány kezdetével megmutassa a választóknak, hogy itt vagyunk, egységben, mindannyian, mindenki itt van mögöttem. Ugye, ahogy István is mondta, az összes pártvezető, vagy összes pártnak egy vezetője, mert van, ahol több vezető van, ott volt, és kiállt mellette, kiállt mögötte, és azt mondják, hogy hát akkor innéttől kezdve, és mostantól kezdve egységben az erő, hiszen érte ilyen kritika, hogy megalapozottan, vagy megalapozatlanul, az most nem menjünk bele, az ellenzéket, hogy esetleg van vita, belső vita különböző kérdésekről. Ez most azt üzente, hogy nincsen, egy cél lebeli a szemünk előtt, és egy célért harcolunk mindannyian. Szólhatok? Hogyne, csak mert persze. Ön is nagy levegőt vett. Ezen a héten számoltam, hogy 15-nél több választókörzetben jártam, most gyorsan össze kéne adni, és nem a fővárosi választókörzetekben. Tegnap éjszaka jöttem vissza a Szerencsi választókörzetből, Tiszaújváros Szerencs, amit az ellenzéknek meg kell nyerni, de ha megnyer az ellenzék, az azt jelenti, hogy igen közel vagyunk a kormányváltáshoz, tipikusan az a billegőkörzet. Képzeljék el, hogy nagyon régi motoros vagyok, hát elég régóta benne vagyok a szakmában. Azért Szerencs városban, 9000-es kistelepülésen, tudjuk, hogy milyen Fidesz leuralt a vidék, full ház. És olyan emberek álltak föl, akik azt mondták, hogy ők korábban nem feltétlenül mentek volna el egy választási gyűlésre. És az elmúlt napok tapasztalata alapján, hogy összegezzem szerintem, hogy miről fog szólni a következő 47 nap. Meggyőződésem, hogy nekünk megvan ugyanaz a nagyságrendű fix szavazónk az ellenzéknek, mint ahányan Orbán Viktor mellől eltántoríthatatlanok. Ott lesznek. Hogyha még kétszer megfordul 47 nap alatt a liberalizmustól a szélsőjobbig maga körül, akkor is ott lesznek és követik. Nekünk is megvan ez a fix bázisunk. Majd András mindjárt megmondja, szerintem 1,5 millió választó van, akik nagyon nagy eséllyel el fognak menni szavazni, de ők nem döntötték még el, hogy elmennek-e, nem akarnak a Fideszre szavazni, mert nem támogatják a Fideszt. Ezért a Fidesz kampánya arról fog szólni, amit láttunk az elmúlt hetekben is, hogy kivágott, összevágott, leollózott beszédekből, fényképekből úgy állítsa be, mint hogyha az ellenzék miniszterelnök jelöltje és a mögötte álló pártok, azok alkalmatlanok lennének bármire is. Nekünk, és ez a beszéd kapcsán jutott eszembe, nekünk azt kell látni ebbe a beszédbe, hogy egy miniszterelnöki tisztségre, egy állami vezetői tisztségre alkalmas ember fellépett és tiszta gondolatokat mondott el. Az a feladatunk, és nekem is, mint politikai vezetőnek, hogy azt bizonyítsuk be a választóknak, hogy készen áll az ellenzék arra, Márki-Zay Péterrel közösen, hogy kormányoz. Ezért borzasztó nehéz elfogadni, hogyha az ellenzéki oldalon mi magunk ebben a buborékban állandóan csak a hibákat keressük a másikban, mert ezzel nem lehet előrébb lépni. Én azt hiszem, hogy a mai eseménynek a lényeg az volt, hogy mindenki azt láthassa, hogy tiszta gondolatok és egy tökéletesen felkészült miniszterelnök jelölt van. Akkor hagyj hogyak egy újabb szempontot azzal kapcsolatban, hogy Márki-Zay Péter mit mondott és hogyan kommunikált, és erről meg is nézzük majd egy rövid részletet is, mert hogy azt mondta, hogy nem akar változtatni a kendőzetlen őszintességen, vagy az őszintességén. Nézzük meg, hogy mit mondott pontosan. Akik ismernek, tudják, hogy kendőzetlenül őszinte vagyok, és bevallom, hogy ezen nem is akarok változtatni, lehet, hogy nem is tudok változtatni. A régi korrupt világot most Orbán Viktor képviseli, itt az ideje az őszinteség korszakának. Lehet, hogy sokaknak furcsa lesz, akik a lebutított üzenetekhez szoktak, de ha meg akarjuk szabadítani az országot a gyűlölettől, akkor az csak egy módon lehet, őszintén.
Na hát akkor itt nagyon bólogattak az urak ezzel kapcsolatban. Mennyire, hogy fogalmazom, kifizetődő őszintének lenni egy kampányban? És akkor most Márki-Zay Péter stílusát ugye már többen felvetették itt, hogy ez működik, nem működik, félre kommunikált-e esetleg bizonyos mondatokat, vagy nem? Főszerkesztőt kérdezzük meg, akinek utána... Igen, nagyon csendben kezel, van, úgyhogy... kezelni kell a média környezetben. Nem olyan nagyon jutok szót. Szóval a kampányt nézve nem véletlen, hogy a Fidesz nem foglalkozik azzal, amit az ellenzék képvisel. Nem foglalkozik a programpontokkal, nem akar vitatkozni sem személyesen, sem másképpen. Nem akar konkrét politikai kérdésekben, szakpolitikai kérdésekben vitatkozni, hanem az egészet leönti ezzel a szósszal, és nem ejti ki Márki-Zay Péter nevét, ugye a miniszterelnök amúgy hosszú beszédében, kampánybeszédében, hanem állandóan gyújtsányozik és bajnézik. És ha már arról van szó, hogy az őszintesség kifizetődik egy politikai kampányban, speciál 2010-ben Bajnai után nem fizetődött ki az ellenzéknek, vagy pontosabban az akkori kormánypártoknak, de az élet ilyen. Tehát most akinek ezerrel takargatni kell a valóságot, az aki kormányon volt az elmúlt 12 évben, és Márki-Zay Péter nagyon jól mondta azt, hogy 43 ezer ember meghalt Magyarországon. Nyilván nem lehetett volna mindenkit megmenteni, de azért egy pár szót lehetett volna arról beszélni, hogy mi történt az elmúlt két évben az országban. Csak tőle várható az, hogy erről beszéljen, ezért sem lesz egyébként miniszterelnök jelölti vita. Többiek is így látják, és mondom, azért vetettük föl ezt a szempontot, mert ő ezt határozottan kimondta, és itt most nem akarnám tényleg újra előhozni azokat a kicsit szerencsétlenül sikerült mondatokat, amelyekről aztán nagyon sokat beszélgettünk, meg amelyekért bocsánatot is kér, stb. De ez most jelenthet egy új üzenetet, szerintem új formát? Hogy hát bejárunk ide a stúdiókba, beszélgetünk most egy órát. Nyilvánvaló, hogy bármelyikünk mondataiból ki lehet egy fél mondatot úgy vágni, hogy utána több mint 600 millió forintot elköltve az elmúlt hetekben a Fidesz úgynevezett influencerei a nyilvánvalóan valamilyen módon a közpénzből elsíbolt vagyomból hirdetve szembe jön velünk folyamatosan az összevágott mondatoknak a sora. Hát ilyet bárkivel meg lehet csinálni. Viszont van egy érdekes kérdés, én most kérdezhetek én is? Hogyne, persze. Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok arra, mert ami nekem feltűnt, és ebben szerintem a Fidesz hibát követel, néhány hónap alatt felépítették Márki-Zay Péter ismertségét. Tehát Márki-Zay Pétert, ha elhallgatják, akkor nincs az ellenzéknek miniszterelnök jelöltje, csak a saját buborékunkban. Viszont elképesztő mennyiségű energiát fordítanak rá, hogy csépeljék, szerintem most ott tartasson ismertségben, mint ahol kell egy miniszterelnök jelöltnek. Márki-Zay helyett elvégezett a Fidesz nagyon sok munkát ebből a szempontból. Lényegében volt egy kis zavarodottság, ugye, amikor megnyerte az előválasztást, de két nappal később már indult a Márki-Zay építő kampány. Nyilván a Fidesznek nem az volt a szándék, hogy Márki-Zayt úgy építsék fel, mint egy kihívót, de azt gondolom, hogy valójában ezt csinálták meg. És hogyha úgy tetszik, akkor elköltöttek, nem tudom, nem, szerintem nem csak 600 milliót, az csak a Facebook. Elköltöttek néhány milliárd forintot Márki-Zay ismertségének, meg politikusi arcének a kibontakoztatására, ismertetésére, úgy, hogy egyébként Márki-Zay Péter, amikor itt volt ebben a stúdióban egy vitán, akkor a mi méréseink szerint körülbelül 40%-os ismertsége volt. Most 95 körülbelül, és mindezt ugye néhány hónap alatt érte el. Nyilvánvalóan ezt önerőből sokkal nehezebb lett volna megcsinálni. Visszatérve itt a korábban elhangzottakra, én nem gondolom azt, hogy Márki-Zay vitatott megszólásainak a többsége az problémás lenne. Vannak köztek karcosabbak, meg vannak köztek olyanok, amiket esetleg nem szoktunk meg, vannak olyanok, amik átlépnek néhány tabut, ami a magyar politikai kommunikáció pedig nem volt átlépve, de hogy azok a helyek, ahol ő átlépett tabukat, ott nem ő lépett át tabukat, hanem a történések léptek át különös tabukat. Mondjuk például, hogyha már arról népszavazunk Magyarországon, hogy óvodásoknak lehetne nem átalakító műtétje, Az elég sok tabut átlép, azért az elég sok vörös vonalat átlép, hogyha így kommunikál a kormányzat, akkor bizony a másik oldal is kommunikálhat így. És nyilvánvalóan van egy kis szokatlanság, van egy kis karcosság, és van, aki ezt kritikával fogadja, valaki meg lelkesedéssel. Ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy a választók inkább ez utóbbi irányába hajlanak. Úgyhogy nem értek egyet azzal, hogy a Márki-Zay megszólásainak a többsége az problémás lenne. Biztos, hogy volt egy-kettő, de könyörgöm, az elmúlt néhány hónapban, nem tudom, 144 órát beszélt
beszélt a tévében. Tehát, hogy aki nem, 140... Nem azért tettem fel neked kérdés, hogy ne hagyj időt nekem. Én akartam csapni még utána. Igen, egyébként beszélünk. Aki 141 órát beszélt tévében, nyilván ki lehet ragadni másfél olyan mondatot, ami kontextusából, ami nem biztos, hogy a kontextusából kiragadva, tehát másként működik, mint hagyjál ahogy. Hagyjál időt. De hogy hát most az a 33 másodperc már nem csak tudsz... Addig még a Gábornak... Azért tettem fel a kérdést, hogy lecsapjam, nagyjából sejtettem a választ. Most indul a kampány. Tehát úgy vagyunk a startnál, hogy van miniszterelnök jelölt, és van neve. Tehát a finom hangolás a 47 napban programilag és kritikailag a kormány fele, az most következik. Ha valaki megnézi, hogy a TikTokon például milyen gyorsan futott fel politikusként az oldala, akkor az egy példa arra, hogy generációkon keresztül sikerült őt felépíteni, hogy létezik. Bocsánat. Folytatni fogjuk még, innen most kell egy nagyon pici szünetet tartani, de megígérem önöknek, hogy a szünet után Horváth Gáborral folytatjuk, és a kampányt még elemezzük majd.